Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! Költőládák sora szolgál arra, hogy háborítatlanul fészkeljenek a madarak a Paks 2 környezetében. A beruházási területen lévő védett állatokról áttelepítéssel, a növényekről pedig magbegyűjtéssel gondoskodnak. Az ellátásbiztonság mellett fontos szempont a környezetvédelme is a Paks 2 projektben. Ez nem csak abban testesül meg, hogy széndioxid kibocsátása nélkül fog termelni a két Pakson épülő új blokk, a környezet megóvását, ezen belül a természetvédelmet a beruházás teljes életciklusa során kiemelt jelentőségű kérdésként kezeli a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A természetvédelmi munka az állatok védelmére és az őshonos növényzet megőrzésére is kiterjed. Aki itt van Pakson, és látja az üzemelő 1-4 blokkot, az azt is tudja, hogy amióta ez az erőmű megépült, azóta az erőmű számára a környezetvédelem az elsődrangú és kiemelt fontosságú. Nyilvánvalóan, aki itt lakik ebben a környezetben, az a saját teremtett, ahogy szokták mondani, teremtett környezetét megpróbálja lehető legjobb állapotban szépen tartani, rendben tartani. Ez látszik a Paks 1-en hosszú-hosszú évek óta. Ezt a tradíciót nekünk követni kell a Paks 2-vel is. A Paks 2 építése során elsősorban az ilyen jellegű feladatainkat nekünk a környezetvédelmi engedély határozza meg, és ebben ezen környezetvédelmi engedély keretén belül vannak olyan jellegű feladatok, amit kötelező végrehajtani, megcsinálni. Nyilvánvalóan, még egyszer mondom, itt az itt dolgozó kollégáink nagy többsége itt lakik, itt él. Nem az a beruházó társaság, aki megépíti a megépítendő létesítményt, és utána köszöni szépen levonul a területről, hanem itt is marad, és ebből adódóan azért saját környezetére oda is figyel, oda is kell, hogy figyeljen. Most ezen környezetvédelmi engedély keretében több olyan feladat van, amit kötelező végrehajtani, de végre is hajtunk rendesen. Ennek a munkának, vagy munkáknak egy része azt képezi, hogy a növényvilágot, állatvilágot meg kell óvni ezen a területen, ahol olyan élőlények élnek, amiket mindenképpen meg kell óvni, vagy célszerű megóvni, ezeket az élőlényeket át kell telepíteni egy másik helyre, hogy a területen nyugodtan tudjunk dolgozni, és közben ők is nyugodtan tudjanak élni természetesen. Ezen munkát az MBMR-be céggel végeztetjük, nagyon profi módon végzik. A természetvédelmi feladatokat, mint Lenkei István elmondta, a Paks 2 projekt számára kiadott jogerős környezetvédelmi engedély táj- és természetvédelmi előírásai határozzák meg. Ilyen feladatokat az atomerőmű létesítését megelőzően, illetve azt követően is el kell végezni. Folyamatosan figyeljük, hogy az áttelepítés az mennyire sikerült. A szaporulatból, a működésből, az oduknak a belakottságából az látszik, hogy nagyon-nagyon jó sikerült ez az áttelepítés. Tehát gyakorlatilag ez a munka ez folyamatos, állandó, és arra törekszünk, hogy azok a növények, állatok, amik esetleg bizonyos területeken visszakerülhetnek, azok majd kerüljenek vissza az eredeti környezetükbe.
A vezérigazgató hangsúlyozta, kiváló munkát végeznek a környezetvédelmi szakemberek, figyelmük a legapróbb részletekre is kiterjed, rendszeresen tesznek javaslatokat annak érdekében, hogy a természetvédelmi értékek megóvása és a beruházási munka egymás mellett zavartalanul folyhasson. A terepi munkálatokkal az MVM Erbe ZRT-t bízta meg a társaság, a természetvédelmi tevékenység koordinációját pedig a Paks 2 ZRT vegyészeti, sugár és környezetvédelmi osztálya végzi. Paks 2 beruházásnak környezetvédelmi engedélye 2017. május 4-én vált jogerőssé. Az engedély 21 oldalnyi előírást tartalmaz, ezeknek jelentős része a természetvédelmével kapcsolatos. Ezen túlmenően természetesen a természetvédelmi jogszabályokban meghatározottakat is be kell tartanunk. Természetvédelmi munkák között említhetjük a védett állatok és növényfajok megóvását, refugium területek, azaz menedék területek kijelölését, akkor a tollaszálkájú álványhajfajokból madgyűjtés végzését, továbbá a Natura 2000 területnél az élőhelyvesztés miatt kijelölt kompenzációs terület elvégzését. Paks 2 létesítése során két menedék terület került kijelölésre. Ezeknek a menedék területeknek a kijelölése világszinten egyedülállónak mondható, és a biodiverzitás megóvását szolgálják. Ugyanis attól függetlenül, hogy Paks 2 beruházás, barna mezős beruházás, mégis az érintett területek, így a felvonulási terület, illetve a sziget, ami a hidegvíz, illetve melegvíz csatorna között található, ezek természetközeli állapotúak. Így az ökológiai értékek megvédése érdekében kiemelt jelentőségű menedék területek kijelölése. Azért kimagasló ez a munka, és azért lehet világszinten egyedülállónak tekinteni, mert ekkora menedékterületeket nem szoktak kijelölni, és jelen esetben 2 menedékterület került kijelölésre, ráadásul figyelembe vettük az atomerőmű építésének szempontjain túlmenően természetvédelmi kérdéseket is, így olyan menedékterületek kerültek kijelölésre, amik az élőhely típusai tekintve, a jellegét tekintve szinte megjegyeznek vagy hasonlóak az érintett területekkel. A szakemberek menedék területeket jelöltek ki, ahová átköltöztetik a védett állatokat. A madarak áttelepedését oduk kihelyezésével segítik. A menedék, más néven refúgium területek kijelölése során figyelembe vették az új blokkok építési szempontjait és a természetvédelmi szempontokat is. Még a létesítési fázis elején, még az építkezések megkezdése előtt kijelölésre kerültek ezek a menedékterületek, épp azért, hogy az érintett területekről az állatfajokat átmenekíthessük ezekre a területekre, ahol táplálkozó és búvóhelyet találhatnak. Így a természetvédelmi feladatok folytatásaként megtörtént a védett állatok áttelepítése, továbbá madárodó kihelyezése is megtörtént. Tehát a felvonulási területen megtalálhatóak a védett fürgőgyíkfajok, zöldgyíkfajok, ezeknek a példányai áttelepítésre kerültek már az északi menedék területre, egy varna-varangy is áttelepítésre került, továbbá megtörtént a tollaszálkájú árványhajmagok begyűjtése is. Környezetvédelmi engedélyben előírásra került a tollaszálkájú álványhajmagok begyűjtése. Jelen esetben első körben megtörtént az állomány felmérése, ami alapján 4200-as számúra tehető volt az állomány, majd amikor a begyűjtés megtörtént, ez több napon át tartott, beséssel meghatározták, hogy körülbelül 27000 magot szedtek össze a szakemberek, és ezeknek a magoknak az elhelyezése pedig a Vácrátóti magbanban történt meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a menedékterület akkor tölti be funkcióját, hogyha jellegét megőrizzük. Jelen esetben elmondható, hogy az északi menedékterületnél a szukcesszió, a cserjesedés, az invazív fajok, például a gyalogakác, illetve a selyemkóró elterjedésének folyamata bizony előre haladottá vált. Emiatt, hogy ezt a folyamatot visszaszorítsuk, mentesíteni kell a területet, ez gyökerestől történik, tehát az invazív fajok gyökeresen kerülnek kiirtásra. Benke Boglárka arról is beszámolt, hogy az északi menedék területen nagy számban figyelhetőek meg a pusztai árvalányhaj egyedei. Gazdag a terület madárvilága is, a szakemberek a tavaszi bejáráson 63 madárfajt azonosítottak, ami igen magas, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon megközelítőleg 200 madárfaj költ. Mind az északi, mind a déli menedék területen madárodók kerültek kihelyezésre, kezdve az egészen az énekes madarak sorától a vörösvércséig, bagolyfajtákig. Az északi menedék területen vörösvércsének szánt láda, illetve bagolyláda is kihelyezésre került, és
Igen, nagy sikernek mondható, hogy mindkét láda tavasszal foglalt volt, azaz Vörösvércse, illetve Füles-Bagoly költése megfigyelhető volt az északi menedékterületen, sőt, még kabasolymok kotlása is megfigyelhető volt. A madárodók ellenőrzése évente több alkalommal is megtörténik, és kiemelkedő sikernek számít az, hogy igen magas a foglalási arány, sőt, az apró madaraknál a második fészkelés is megfigyelhető volt. Szintén örvendetes, hogy a hazánkban annyira fogyatkozó fecskefajok közül a beruházási terület szomszédságában mindhármat sikerült megfigyelni, ráadásul a Molnár fecskének több százas telepe található itt, tette hozzá a Paks 2 ZRT környezetvédelmi szakterület vezetője. Kiemelte, a program a hüllők kétéltűek tekintetében is sikeres, hiszen az áttelepített védett állatok eszmei értéke több millió forintot tesz ki. A gyíkok befogása során a kézihálós és a szabad kézi befogás is eredményes volt. Egyetlen állat sem sérült meg, a beavatkozással érintett növény és állatfajok egyedei és származékai a magyar állam tulajdonát képezik. Benke Boglárka azt is elmondta, hogy a munkálatok befejezése után a növény és állatfajok visszatelepülnek a környező, számukra alkalmas élőhelyfoltokra, területekre, majd vélhetőleg a jelenlegihez hasonló értékes együtteseket hoznak létre. Ezzel a beavatkozással a felvonulási terület jelenleg meglévő ökológiai értékeinek jó része megóvható. Hozzáfűzte, a természetvédelmi munkát, amely a Duna élővilágára is kiterjed, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával és az érintett hatóságok engedélyével végzi a Paks 2 ZRT. Hamarosan elindul a két új atomerőművi blokk létesítésével megbízott cég új karrierportálja. Az októbertől elérhető új felület lehetővé teszi a pályázat minden fázisának nyomon követését. Megújult internetes felület segítségével keresi majdani munkatársait a Paks 2 ZRT. Az új karrierportálon lehet konkrét ajánlatra jelentkezni, megismerve annak minden részletét, feltételét, illetve fel lehet tölteni az önéletrajzot egy az álláskereső végzettségének, tapasztalatainak megfelelő későbbi ajánlat reményében. A korszerű, interaktív felületet 2020. októberétől érhetik el mindazok, akik szívesen csatlakoznának a két új atomerőművi blokk létesítésével és üzemeltetésével megbízott cég csapatához. Az új portál bevezetését a Paks 2 ZRT-nél februárban zajlott informatikai átállás indokolta. Én azt gondolom, a társaságra nagyon pozitív kihatással volt az informatikai átállás. Bebizonyította, hogy a home office alatt is teljes mértékben tudtak, teljes körön tudtak a munkavállalók dolgozni. De ez az informatikai átállás hozott magával más következményeket is, így nekünk a korábbi karrier oldalunkat meg kellett újítani, mert korábban az NVMI alkalmazásán vagy NVMI tulajdonában volt ez a szoftver, így nem hozhattuk magunkkal az új informatikai platformra. Ezért a kollégánkban nekiálltunk gondolkodni és felmértük a lehetőségeket, és egy új pályázatot hirdettünk, jól definiáltuk, hogy milyen karrierportált szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy régi is jól működött, de egyébként is ráfért már a teljes körű átalakítás. A Paks 2 ZRT több szakterületének közreműködésével kialakított rendszer korszerű, eleget tesz a jelenkor kihívásainak, ahogy Bognár Péter jellemezte, könnyen kezelhető, azaz rendkívül felhasználóbarát. A pályáztatók egy felületen tudják kezelni az aktuális állásajánlatokat, az érdeklődők pedig a korábbinál sokkal egyszerűbben tudnak jelentkezni a meghirdetett állásokra. Miért is mondom ezt, hogy egyszerűbb ez a jelentkezés a karrierportál felületünkre? Egyrésztről elérhető a belső internetes oldalunkról, kívülről egy külön önálló webes címmel, és ezen túlmenően a honlapról a karrier fűre kattintva is oda jutunk a karrierportál oldalára. Innentől pedig már egy önálló felületet fognak látni a jövőbeni felhasználók, és ez a felület először is tartalmazza a szakmai gyakorlati lehetőségeket, a mérnök leszek program lehetőségeit, tartalmazza a pályakezdő munkavállalóknak hirdetett pozíciókat, illetve tartalmazza azokat a pozíciókat is, ahova már szakmai gyakorlattal kell, hogy jelentkezzenek a munkavállalóink. Ha valaki rátekint erre a weblapra, azt követően és úgy dönt, hogy szeretne közelebbről megismerni ezekkel a karrier lehetőségekkel, illetve szeretne is, uram, bocsá, jelentkezni, akkor egy egyszerű regisztrációs folyamatot követően
bele tud menni már az adott felületre, részletekbe bele tud menni egy adott pozíció tekintetében, milyen elvárásaink vannak és milyen feltételeink vannak a foglalkoztatáshoz. De ez ugyanúgy érvényes a szakmai gyakorlatát itt tölteni kívánó jövőbeni, reméljük jövőbeni szakembereknek, illetve igaz a mérnök leszek program részvevőre is. Bognár Péter hozzáfűzte, az új karrierportál bevezetését az informatikai átállás mellett az is időszerűvé tette, hogy a Paks 2 ZRT új kihívásokkal áll szemben, az engedélyezés és előkészítő munka mellett fel kell készíteni a kollektívát a létesítési feladatokra is, ami jelentős létszámemelést tesz szükségessé. Most ehhez nyilván kellett egy olyan rendszer, amit úgy gondoljuk, hogy a karrierportál alkalmas, ami tömegében tudja kezelni a jelentkezőket, önéletrajzokat és minden a pályáztatással, kiválasztással, toborzással kapcsolatos feladatot. Ugye sok mindenkinek a fejében benne van, hogy a klasszikus régi önéletrajz, amikor eljutatom valaki keresztül, és akkor bejut a Paks 2-höz az az önéletrajzunk. Mi történik ekkor? Természetesen annyira nem örülünk ennek, nagyon szeretnénk, ha már a karrierportál felületén jelentkeznének, de ezt is tudjuk kezelni. Az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a jelölt hozzájárulásával az önéletrajzokat feltöltik a karrierportál adatbázisába, ahol ezt követően a hagyományos formában jelentkezők is nyomon követhetik a történéseket. Az egyik legnagyobb újítása a rendszer bevezetésének az az, hogy a humán igazgatóságon dolgozó munkatársaimon kívül az adott szakterület, amelyre meg lett hirdetve a pozíció, annak a szakterületnek a vezetője is a rendszer része tud lenni, nyomon tudja követni, hogy az adott pozícióra jelentkező munkavállaló egyáltalán, hogy ki az a munkavállaló, másrészt az adott pozícióra jelentkezett munkavállalónak hol járunk az interjúztatási folyamatával, milyen megtörtént-e már a kiértesítés, mikor lesz a második körös interjúja, tehát interaktívvá kívánjuk tenni a társaságon belül a vezetők irányába is. Természetesen egy pozícióhoz nem csak egy vezető csatlakozhat, hanem adott esetben egy osztályvezető, igazgató is ugyanúgy nyomon tudja követni a folyamatot. A jelentkezők automatikusan értesülnek arról, hogy befogadta a társaság az önéletrajzukat, bekerültek az adatbázisba, és ők is nyomon tudják követni álláskeresésük státuszát az új karrierportálon, részletezte Bognár Péter. Azok, akik nem találnak végzettségüknek megfelelő ajánlatot az aktuális felhívások között, szintén érdemes feltölteni önéletrajzukat a portálra, mert így bekerülnek az adatbázisba, és esélyük lesz egy későbbiekben meghirdetett pozíció betöltésére, fűzte hozzá a Paks 2 ZRT humán erőforrás igazgatója. Budapesten tartotta jubileumi 200. alkalmát a 20 éves Energiapolitika 2000 társulat. A Magyar Tudományos Akadémia épületében tartott eseményen díjátadásra is sor került. A 2000-ben megalapított társulat célul tűzte ki a közjó érdekében azt a szakmai és közéleti tevékenységet, ami a nemzeti elkötelezettségű, környezetbarát energiapolitika kidolgozásának segítésére, népszerűsítésére és védelmére törekszik. Lévai András professzor szellemi örököseinek nyilvánította a társulást. Mi azt mondjuk, hogy mi energiapolitikai társulat vagyunk. Mi büszkén vállaljuk a politikai megnevezést, mert hiszen a politikának a közösség érdekét kell szolgálni. Egy valódi civil szervezet nem is lehet más, mint a haza iránt elkötelezett. A jubileumi esemény alkalmából nemzeti energetikáért Lévai András díjat vehetett át Süli János, dr. Stróbl Alajos, dr. Valaska József, Molnár Pál, valamint posztumusz díjat adtak át dr. Bükki Gergely özvegyének. Azt jelenti, hogy valaki figyelembe vett a szakmai munkámat. Ennyit jelent, de ugye múltkor volt egy interjú pont velem, amikor a Tolnamegyi díjat megkaptam, ott is az világos volt. Mindenki tüntetett, mondta, hogy nem csinál a nagy dolgot, csinálja, amit eldöntött valamikor. És akkor itt is erről szólt az egész. És hogy van a Járosi úrnak is egy küldetése, egy útja, amin próbál végigmenni. Nekünk is van az atomerőművet, akarjuk építeni. 40 éve oda kerültem Paksra, akkor az 1-4 blokkot építettük, ott üzemeltettük. Most meg az az út, hogy csináljuk meg az 5-6-os blokkot, és akkor már ott üzemeltetni nem akarom, de azt nagyon szeretném, ha mind a két blokknak a
átadás ünnepségén még ott tudnék lenni. A díjak átvételét követően előadásokat hallgathattak meg a meghívott vendégek. Kovács Pál államtitkár energiaellátásunk lehetőségei címmel ismertette jelenlegi helyzetünket, adottságainkat és nemzetünk energetikai jövőjét. Fontos, hogy egy jó víziót össze tudjunk rakni, amiben, ahogy itt az előadásomban is szerepel, több érdeknek, több feltételnek megfelelően egy kedvező energiapolitika, egy kedvező energetikai jövő vázolódjon fel az ország számára, ami a fogyasztók számára azt is jelenti természetesen, hogy az ő pénztárcájukra dolgozunk, tehát vigyázni kell arra, hogy lehetőség szerint a legfejlettebb, de ehhez képest a legolcsóbb technológiákat juttassuk el a számukra, és emellett ugye az ellátás biztonságát is garantálnunk kell. Az öntözés fontosságáról, az aszály veszélyeiről és a paprika ágazat helyzetéről is beszámolt dr. Nagy István agrárminiszter. A politikus a nyáron tett látogatást Kistényen, a Szigeti Farm projekt átadóján. Augusztusban tett látogatást dr. Nagy István agrárminiszter a Szakmár melletti Kistényen, ahol több projekt is átadásra került. A Szigeti Farmon többek között szálláshely fejlesztés, gépbeszerzés és öntözés fejlesztés is megvalósult. Az agrárminiszter kiemelte, az öntözés megkerülhetetlen tényezője most a mezőgazdaságnak. Azt látjuk az éghajlatváltozás következtében is, hogy rendkívül komoly kérdésre lépett elő. Nem lehet megúszni ezeket a fejlesztéseket. Azt is látjuk, hogy az a 87,5 000 hektár, amelyen Magyarországon öntözünk, az elenyésző és nagy mértékben rontja a versenyképességünket. Nem véletlen az, hogy a magyar gazdák egy hektár területen közel csak a felét tudják jövedelmi viszonyokban elérni, mint nyugat-európai versenytársaik. Ezen kell változtatnunk. És azt is látjuk, hogy egyszerűen a termelés biztonsága nem elérhető öntözésfejlesztés nélkül. És itt nagyon helyes dolog, mert a szomszédban is olyan fejlesztések történtek, amely példaértékű, előrébb viszi ezeket a közösségeket. És számomra az a legfontosabb üzenet, hogy már ilyen kicsi gazdaság méretben is megéri ebben gondolkodni. És hogyha már kicsiben gondolkodunk, akkor megéri együttműködni, öntözés közösségeket alkotni, és ezek a közösségek együtt pályázva sokkal jobb kihasználással tudják az öntözési műveket használni, sokkal sikeresebbek tudnak lenni. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen a természeti körülmények nagyon nehezítették az egész éves termelést. Úgy indultunk tavasszal, hogy soha nem látott mértékű szárazság volt. Több mint 300 000 hektárnyi aszályos területet jelentettek Magyarországon. Akkor, amikor túl voltunk az aszályos időszakon, akkor kaptuk a tavaszi fagyot, amely mintegy 70 000 hektáron jelentett nagyon súlyos kárt, ezért is tűnt el a kajszibarack szinte az egész országból. És aztán, amikor megérkezett az eső, már éppen aratni kellett volna, akkor pedig özönvízszerűen érkezett, és rögtön lett 30 000 hektárnyi belvízkárunk, és természetesen nehezíti a betakarításnak a mikéntjét, és nehezíti és rontja a megtermelt gabonának a minőségét, hiszen a gombás fertőzés az bizony sokkal hamarabb fellép ilyen nedves körülmények között. De azt látom, hogy a gazdák emberfeletti erőfeszítéssel álltak helyt, mert csapások mellé még jött a koronavírus járvány, ahol a gazdáknak az egészségét kellett kockáztatni ahhoz, hogy minden nap fölkeljenek, minden nap elvégezzék a dolgokat, kimenjenek vetni, amikor vetni kellett, akármilyen nehéz körülmény is volt, ahhozért, hogy most aratni lehessen. És ilyen körülmények között is egy olyan közepes termést tudtunk produkálni, ami szerintem egy nagyon kiváló eredmény ilyen feltételek mellett. Hiszen az, hogy 5,24 tonna per hektáros termelésünk van, az szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Amit egy agrárminiszter elmondhat, legszebb mondat, az most következik. Az ország kenyere biztosítva van. Megfelelően betakarítva a csűrökben van, ráadásul azt kell mondjam, hogy nem csak nekünk embereknek, hanem a jószágainknak is. Biztosítva van a jövő évi vetőmag szükségletünk, és mintegy 2 000 000 tonnát még exportálni is tudunk. Tehát a gabona szektor, gabona ágazat kihozta a legjobbat, amit ebbe a körülmények között tudott. Azt látjuk, a világban olyan események vannak, akár most éppen libanoni robbanás sorozatnál, ahol az ország
gabonakészletének 85%-a megsemmisült. Tehát nagyon komoly problémák elé nézünk. Egész jó ára van most a búzának, és azt érzékelem, és azt várom, hogy ez még növekedni is fog. Tehát aki tud tárolni, annak most meg fogja érni a tárolást, mert ez a felvásárlási ár csak növekedhet az elkövetkező időben. Ugyanakkor ezek az esők pedig, amelyek most jönnek, és most vannak, ezek rendkívül jó hatással vannak a kukorica és a napraforgó termésre. Tehát ott pedig valami nagy rekordra készülünk titokban, és várjuk azt, hogyha minden rendbe alakul, és nem lesz semmilyen szélsőséges időjárási körülmény, ami a végét megnehezíti, akkor egy nagyon szép terméssel készülhetünk a kukoricába is, és a napraforgóba is. Szóval ilyen reményekkel állunk elébe, és én azt gondolom, hogy amit vesztettünk az aszály miatt a gabonában, azt a kukorica és a napraforgó kompenzálni fogja a gazdáink esetében. Az agrárminiszter a kalocsaiakat leginkább érintő fűszerpaprika helyzetről is beszámolt. Elmondta, céljuk, hogy megállítsák a termő területek fogyását. Van egy kincsünk, ami abszolút egy magyar sajátosság, ez pedig a paprika. És eléggé mostoha. Fogy a vetésterület, és ezt nagyon szigorúan meg kell állítani. Minőségre kell helyezni hangsúlyt, nem lehet belőle engedni. Nagyon szigorú ellenőrzéseket kell tartani ahhoz, hogy mind a fogyasztói bizalom visszajöjjön, és tudjunk olyan támogatásokat adni, amely a gazdáink termelési kedvét vissza tudja hozni. Hiszen ha hagynánk, akkor importból mindent meg lehet oldani, sokkal egyszerűbb, olcsóbb, de tudjuk nagyon jól, hogy a toxinfertőzés miatt és minden miatt mennyire silány és mennyire kockázatos akár a Brazíliába érkező paprikának a főhasználása. Azt is látjuk, hogy nem termelünk annyit, amennyit föl tudunk használni, és itt van komoly együtt gondolkodási felelősségünk a gazdákkal, hogy hogyan tudjuk segíteni. Most az első lépés, amiben következő évben is tudunk haladni, ez az öntözésnek a támogatása, fejlesztése, azért, hogy ne csak 1-200 hektárt öntözzenek paprikatermesztő vidéken, hanem 4000 hektárt öntözzenek paprikatermesztő vidéken. És akkor már is egy olyan termesztő terület bővüléssel tudunk szembeállni, egy olyan termelés biztonsággal tudunk szembeállni, hogy érdemes lesz. És ennek a lehetőségét infrastruktúrális körülményei teremtjük meg az elkövetkező időben. Akkor, amikor legutóbb tárgyaltunk, azokban a tárgyalási pontokban egyességre jutottunk, hiszen a vetőmag támogatásban, az energiatámogatásban, a szárítás támogatásában mindazt sikerült teljesíteni, tehát több mint 500 millió forintot tudtunk adni a gazdáknak ahhoz, hogy ezt a segítséget érzékeljék, és a termelés kedvét tudjuk fenntartani, és azon leszünk, hogy a kalocsai paprika az ne csak hazánkon innen, hanem határunkon túl is népszerű legyen, és egyre inkább népszerű legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is várjuk Önöket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. A műsor támogatója a Tar Kft.